Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Március 15-én útjára indult a 9. békemenet. Mai magazinunkban beszámolót láthatnak az eseményről, melyhez mintegy 200 kecskeméti résztvevő is csatlakozott. Magazinunkban megmutatjuk, hogyan elevenedtek meg a hagyományőrzők segítségével az 1848-49-es szabadságharc ütközetei a Nyíri erdőben. Szombat hajnalban egy 100 milliós adomány indult útnak Kecskemétről, civil kezdeményezés eredményeképpen. Műsorunk vendége lesz Ferenci Zoltán, az Ukraine Help misszió vezetője. Maradjanak velünk! Mintegy 100 millió forint értékű adományt szállítottak a nyugat-ukrajnai Lvivbe szombat hajnalban az Ukraine Help civil kezdeményezés eredményeképpen. A Záhony-Csap határátkelőn érkezett Ukrajnába a kecskemétiek segélyszállítmányát tartalmazó 11 mikrobuszból álló konvoj. Vendégünk Ferenci Zoltán misszióvezető. Jó estét kívánok! Az Ungvár Televízió készített egy beszámolót a segélyszállítmány érkezéséről. Beszélgetésünk előtt nézzük meg ezt a bejátszást. A Csap-Záhony határátkelőn érkezett Kárpátaljára a kecskemétiek segélyszállítmányát tartalmazó 11 mikrobuszból álló konvoj Magyarországról. A 100 millió forint értékű adomány magánkezdeményezésből indult összefogás eredményeként gyűlt össze. Például a Goodwill Pharma Kft. Mintegy 50 millió forint értékben ajánlott fel gyógyszereket. A szállítmány tartalmaz még fertőtlenítőszereket és élelmiszert is. Az önkénteseket csoportja vállalta, hogy eljuttatja Lvivbe a segélyszállítmányt, ezzel is mentesítve a jelenleg túlterhelt segélyszervezeteket. A tervek szerint a visszaúton menekülteket szállítanak majd a magyar határhoz. Szeretnénk így is kifejezni azt a szolidaritást, hogy bár a magyaroknak is szívesen hozunk és hoztunk is nem egyszer, de most nagyon jó lenne azt a szolidaritást és testvéri közösséget felmutatni és közösen átélni, hogy az ukránok is, ukrán barátaink is számíthatnak ránk. Az a tervünk és az a célunk, hogy olyan már nagyon jól ismert barátainkon keresztül ennek a szállítmánynak a nagyobb részét Kijevbe a műveleti területen túlra juttassuk el, és azt reméljük, hogy a gyógyszerek, a fertőtlenítőszerek megfelelő kórházakba, illetve a civil lakossághoz fognak eljutni. Nagyon szeretnénk ezzel az akcióval részben mentesíteni azokat a segélyszervezeteket, civil szervezeteket, amelyek így is túlterheltek, és mi ezzel a 11 járművel tele megrakva szívesen vállaljuk azt az utat és ennek a terhét, ami Rembergbe vezet. Ebben a projektben körülbelül 10 olyan nagyszerű vezető dolgozott, akik a koordinálást végezték, és körülbelül 50-60 ember a munkája mellett önkéntesként a logisztikai tervezés, a csomagolás, a gyűjtőpontokon keresztül. Két olyan iskola volt Budapesten, amely teljes egészében a gyűjtés mellé állt. Vendégünk tehát Ferenci Zoltán, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A misszió vezetőjét köszönhetjük itt a stúdióban. Beszéljen nekünk arról, hogy hogyan szerveződött ez a civil misszió. Ez körülbelül kevesebb, mint 2 hét alatt, valamely több, mint 1 hét alatt szerveződött meg. Egy reggeli kávézásnál pattant ki a fejemből ez az ötlet, és hála Istennek nagyon-nagyon jó fej emberekkel, tetrekész emberekkel lehetek kapcsolatban, akik viszonylag hamar mellé álltak ennek az ügynek, és nekik köszönhető elsősorban, hogy ez ilyen nagyszabású lett. Kicsit kényelmetlen is itt lenni, mert azért ennek az érdeme, hogy valaki megnyilvánulhasson, ez kevésbé engem érint inkább, vagy illet inkább őket. Hatalmas értékű adomány gyűlt össze. Kik azok, akik segítették ezt? Nem csak kecskemétiek, hanem budapesti iskolák is csatlakoztak. Így van, 2 iskola teljes mellszélességgel oda állt, a József Attila Gimnázium a 14. kerületben és a Nyíri Szent Fülöp Általános Iskola. Voltak nagyobb cégek, a Goodwill Pharma Kft. Volt, amelyik a gyógyszeradományt adta 50 millió forint értékben. A Rosmarin ZRT 10 millió értékben adott ilyen egyéni radiológiai és vegyvédelmi csomagot, amit itt a lejátszásban is láthattunk.
Volt egy dúlakör, amely nőgyógyászati és szülészeti eszközöket ajánlott föl több millió forint értékben. Volt olyan szervezet, ami a matricázást vállalta át ingyenesen, ugye hát az autókon, a repülőgépekről is jól látható, és hát oldaltávcsővel is jól látható, ukrán-orosz feliratú vörös keresztekkel láttuk el az autóinkat, és hát gyakorlatilag lehetőségünk nyílt arra, hogy Ukrajna teljes területén rendőri felvezetéssel mehessünk, tehát kéklámpás és fegyveres őrizettel, ilyen értelemben azért ennek a nagy értékű adománynak és a csapatomnak a biztonsága is viszonylag garantálható volt. Bár volt már tapasztalatuk a segítésben a korábbiakban is, de mégis milyen akadályokkal találták szembe magukat, hogy ezt a hatalmas értékű adományt az ukrajnai Lvivbe el tudják juttatni? Hát az első akadály rögtön én magam voltam, hiszen amikor én elkezdtem ezt szervezni, akkor én 3-4-5 furgonra gondoltam, barátaimmal kiviszünk, de olyan módon fölgyorsult ez az esemény, hogy hamar kiderült, hogy ez messze túlmutat egy ilyen szervezeti struktúrán, de hála Istennek volt 10 olyan barátom, akik a maguk szakterületén is vezetőbeosztásban vannak, és ők gyorsan átvették azokat a feladatokat, így nekem tényleg már csak a szervezési folyamat összefogása volt. Engem leszámítva még akadály volt az elképesztő adminisztráció, tehát borzasztó adminisztrációs teher volt a munkatársaimon, de ezt mind megcsináltuk. És igazából innen kezdve az utakat leszámítva, nem mondom, hogy zökkenőmentes volt minden, de azt láttuk, hogy a magyar hatóságok és az ukrán hatóságok is maximálisan támogattak, a főkonzul úr külön kijött a munkatársaim elé, hát mondjuk én pont nem tudtam vele találkozni, mert én az ukrán vámolásnál segítettem, én utoljára mentem át a határon az én kocsimmal, de ilyen értelemben ez is nagyon megtisztelő lehetőség volt. Nem volt veszélytelen ez az akció? Hát a veszélyeket minimalizálni akartuk, nagyon sokan segítettek információval, mind Magyarországról, mind Ukrajnából. Kivételes lehetőségünk volt, hogy volt egy nemzetközi biztosítótársaság, amely biztosított is minket, ez mondjuk ebben az időszakban nem volt egyébként másnál lehetséges, és hát tényleg 3 tervünk volt, hogyha Lvivbe nem tudtunk volna kimenni valamilyen biztonsági vagy biztonságpolitikai ok miatt, akkor vagy Ungvárra tettük volna le a szállítmányt, ott már előkészítettek nekünk egy nagy raktárat, vagy ha nem tudtunk volna bemenni, vagy indokolatlan kockázat lett volna bemenni Ukrajnába, akkor Lengyelországban is előkészítettek egy raktárat. Ilyen értelemben én nagyon szerettem volna garanciát vállalni mindenkiért, minden autóért és az egész szállítmányért is. Milyen adományokat tudtak kivinni? Nagyon nagy értékű gyógyszeradományt, ez 50 millió forint értéket képez, nagy töménységű fertőtlenítőszereket, 3000 literben, különböző vegyvédelmi, radiobiológiai csomagot, tartós élelmiszert, nagyjából ezek voltak a rakománynak a nagy része. Önnek mit jelentett ez a misszió? Hát mi a csapattal egy hihetetlen nagy élményt éltünk meg, részben azt, hogy megtapasztaltunk valamit abból a társadalmi erőből, amikor emberek jó ügyben összefognak. Ebben megajándékozottak voltunk, ami picit furcsa, talán egy háború sújtotta ország megsegítésével kapcsolatban mondani, de nekünk ez nagyon sokat jelentett, és szeretnénk is ezt a vonalat továbbvinni. Az adományozóinknak majd április elején egy állófogadással szeretnénk ezt megköszönni, valószínűleg a kongresszusi központban, amit szintén adományként megkaptunk erre a célra, és ott szeretnénk fényképes, személyes beszámolókat tartani, de a legfőbb célja ennek, hogy találkozzunk, és nagyon szeretnénk folytatni, akár hogyha erre igény van, rendszeressé tenni havonta, két havonta, hogy valahogy létrehozzunk egy olyan társadalmi szövetet, vagy megerősítsünk egy olyan társadalmi szövetet, amely olyan emberek gyülekező helye, akik nem elsősorban a közéleti, politikai vagy vallási töréspontok mentén akarják elhelyezni magukat, hanem olyan alapvető értékek mentén, ami inkább erősít, inkább épít, inkább közelít bennünket egymáshoz. Minden esetre ez nagyon biztató, hogy az első hívó szóra számtalan segítő kéz érkezett. Rengeteg, és nem egész egy hét alatt körülbelül, hát értve nem is most, hát összességében meghaladta a 6 millió forintot csak a készpénzadomány, amit az emberek
odaadtak, mi ezt beváltottuk euróba, és ezt nagyon szigorú, nagyon tételes, nagyon transzparens átadás átvétel mellett, illetve a bevétel, vagy az adományokat is monogrammal, összeggel ellátva, napi szinten tételezve tettem közzé. Egy a mi programunknak az egyik nagyon-nagyon fontos szempontja a teljes átláthatóság, illetve az, és ezzel el is fogok számolni az adakozóink felé, hogy minden egyes fillérrel mindenki láthassa, hogy amit ő pénzt adott, az hova került, tényleg úgy került, és oda is. A terv az volt, hogy visszaúton menekülteket szállítanak a magyar határhoz, ez sikerült-e? Részben nem úgy, ahogy szerettük volna, egy családot hoztunk vissza, ők most már Bécsben vannak, és másnap jelentkeztek be néhányan, de hát nem igazán értjük, itt valahol félreszervezés volt. Egy családnak tudtuk biztosítani ezt, ami nyilván az ő számukra nagyon sokat jelenthetett, hiszen így visszafelé is a rendőri felvezetéssel ez viszonylag gyorsan ment. Ugye rengeteg katonai ellenőrző pont van Ukrajnában, ahol hát a mi konvojunk, hát ugye 11 autót vagy furgon, teherautót kell érteni, és volt egy műszaki mentést vállaló tűzoltóautó, aki velünk jött. Hát ott gyakorlatilag annak az átvizsgálása minden egyes ellenőrző pontnál legalább 1-2 órát igénybe vett volna. Így a rendőri felvezetése gyakorlatilag ezen átsuhantunk volna. Ezeknek az embereknek is azért ez egy óriási lehetőség volt, hogy nem kellett órákat utazniuk ezen az úton. Ön egyébként személy szerint milyen tapasztalatokkal, képekkel tért haza erről az útról? Iszonyú fáradt voltam, de én már eleve nagyon fáradtan is mentem ki. Tehát nekem az elmúlt, az indulást megelőző egy hét az ilyen hajnaltól éjszakában nyúlóan ömlöttek rám a telefonok, és tényleg, ha nincsenek ilyen fantasztikus munkatársaim, gyakorlatilag ez napokon belül összeomlott volna ez a kezdeményezés. Nekem nagyon megerősítő volt, hihetetlen nagy élmény volt azokkal együtt lenni, akikkel kint lehettem. Nagyon nagy élmény volt, ami nyilván nem nekem szól, de hát engem is elért, az a rengeteg támogatás, pozitív visszajelzés, amit vadidegenektől folyamatosan kaptam, és kapok most is, és hát annak a reménye, hogy ebben az országban, amely ennyire polarizált, ennyire kettétört, ennyire a kétpólusúság mentén kommunikál egymással, hogy mégiscsak vannak azért olyan emberek, akik ezen szeretnének, tudnak és akarnak is felül emelkedni. Talán hosszú távon nekem ez a legfontosabb ebből a misszióból. A folytatás tehát április 23-án? Lesz több folytatás, de április 23-án lesz egy állófogadás, illetve már most engem is meglepett, hogy ennek milyen külföldi visszhangja lett. Most pont most az elmúlt percekben indult el Portugáliából egy kamion, illetve egy másik országból is egy másik kamion. Kérték a segítségünket, és a csapatunkkal majd leülünk, valószínűleg még egy szállítmányt kiviszünk. Eredetileg az volt a cél, hogy egy szállítmányt viszünk ki, és egy nagyobb misszióba kimegyünk még a háború után, az újjáépítésben segíteni, de valószínűleg akkor két út lesz majd valamilyen módon valahova Ukrajna közelében, minél közelebb a frontvonalhoz, de még tisztes távolságban a biztonságunk érdekében. Akik szeretnék nyomon követni az önök tevékenységét, vagy segítséggel hozzájárulni, hogyan tehetik ezt meg? Hát ez egy a szónak legnemesebb értelme, a szent dilettantizmussal körbeszőtt szervezés, tehát ez az én Facebook oldalamon általam létrehozott eseményen keresztül van még jelenleg, de egy munkatársam már szervez egy honlapot, ami picit hát elegánsabb keretet biztosít ennek, illetve hát eddig az én számlaszámomon gyűlt az adomány, és ezért is volt ez ennyire kényes, vagy voltam erre nagyon kényes, hogy ez nagyon-nagyon pontos, precíz elszámolás mentén legyen transzparens. Mindenképpen szeretnénk valamit kitalálni, nyilván egy külön szervezetet ezért nem akarunk létrehozni, hiszen nagyon reméljük, hogy hamar vége lesz ennek a háborúnak, de nyilván ez most már túlmutat azon, hogy valaki egyéni Facebook idővonalán és bankszámlaszámán történjen. Most jelenleg, most még ez a szűk keresztmetszet, de itt igazából lehet informálódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és köszönjük a munkájukat is, és további sok erőt és sok segítőt kívánok önöknek. Rendkívül kedves Gabriela, köszönöm szépen. Soha nem látott tömeg vett részt március 15-én a békemeneten Budapesten. A fővárosba több száz kecskeméti és környékbeli is érkezett, zászlókkal, táblákkal, hogy a békés és nyugodt felvonulás után meghallgassa Orbán Viktor beszédét. A miniszterelnök egyebek mellett azt hangsúlyozta, a március 15-i ünnepségen, a Kossuth téren,
hogy nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. 5 busszal indult el, mintegy 200 kecskeméti zászlókkal, táblákkal március 15-én délelőtt 11 órakor a színház elől a fővárosba, a békemenetre. A demonstráción dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és több önkormányzati képviselő is részt vett. Dr. Salac László országgyűlési képviselővel az indulás előtt készítettünk interjút. Ő nem tudott részt venni a békemeneten, ugyanis a Nyíri erdőben mondott beszédet délután, a március 15-i ünnepségen. Dr. Salac László úgy fogalmazott, március 15-e azt jelentheti a kecskemétiek, a felső kiskunságiak számára, hogy magyarok vagyunk, össze kell fognunk, egységben bármit véghez tudunk vinni. A történelem számos alkalommal bizonyította, hogy a magyarok összefognak, bármire képesek, nemzeteket tudunk felemelni, nagy hatalmakat tudunk megdönteni, és fel tudjuk építeni azt a jövőt, amelyre unokáinknak és gyermekeinknek szüksége van. A békemenet egyfajta lehetőséget kínál az embereknek arra, hogy kinyilvánítsák a véleményüket, hogy mit akarnak a jövőben. Mit akarnak? Azt akarják, hogy visszatérjen a 2010 előtti kudarcos Gyurcsány bajnai korszak, amikor elvették az emberektől a 13. havi nyugdíjat, amikor a családokat megnyomorították, amikor az adókat folyamatosan emelték, a rezsi az egekbe emelkedett, vagy azt választják, hogy Magyarországnak nemzeti kormánya lesz, amely bizonyított már, visszaadta a 13. havi nyugdíjat, az adóvisszatérítés intézményével a családokat támogatta, az egészségügynek megszüntette a fizetősi tételét. Tehát ez között választhatnak a polgárok, és ezzel a békemenettel egy jó lehetőség nyílik arra, hogy kinyilvánítsák akaratukat, kinyilvánítsák véleményüket, és tettleg is bizonyítsák azt, hogy a magyar nemzeti kormány mellett állnak. Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, büszke a vidékiekre és büszke a kecskemétiekre, hogy ennyien úgy döntöttek, részt vesznek a békemeneten. A rendezvényre a kecskeméti televíziós stábja is elment, tudósított a történésekről, interjúzott a résztvevőkkel. Eddig nagyon jó hangulatban telik a békemenet, amelyre több száz kecskeméti érkezett busszal, illetve személyautókkal. Köztük Bazsó Péter is, jó napot kívánok! Miért döntött úgy, hogy eljön a békemenetre? Mert ez egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk van, és olyan pillanat van megint az életünkben, ahol a nemzet egységét meg kell jeleníteni. Tanúbizonyságot kell róla tenni. Mit gondol egyébként magáról a békemenetről? Ugye ez most már a 9. Igen. Az első előzőn is ott voltam, ez egy borzasztó szép dolog. Az egységet, az erőt, tényleg a békességes szándékot fejezi ki. És mindenki jöhet ide, mindenféle kirekesztő hovatartozás nélkül. Itt most tényleg a népnek, a nemzetnek az egységét kéne megmutatni, és azt, hogy sokan vagyunk azok, akik a boldogulást akarják, élünk, halunk Magyarországért, a népéért, és ezt most megmutathatjuk. Meg a többi békemeneten is. Több gyermeket is látok itt a több százezer ember között. Mi most a feladatunk nekünk? Mit kell átadni a következő generációnak, akár ezzel a békemenettel? Példát mutatni nekik, mert a gyerek, amit lát maga előtt, azt valósítja meg felnőtt vagy idősebb korában is, és megértetni, elmagyarázni nekik szépen, hogy az egész miért van. És békés eszközökkel és szeretettel akarjuk elérni a céljainkat. Mit jelezhet az, hogy ennyien részt vesznek a mostani békemeneten is? Az, hogy ennyi egy oldalon lévő, az országért, a népért, a jövőnként aggódó ember van az országban, és azoknak egy része itt van velünk. Egy kicsit beszéljünk március 15-éről is, a forradalom és a szabadságharc szellemisége. Mit kell most, hogy jelentsen számunkra egy olyan időszakban, amikor világjárvány van, amikor háború van, és ráadásul még választások is jönnek? Akkor is sorskérdés volt, és a nemesek, a nemtelenek, a kismenes nemesek, a mágnások egyöntetően álltak az ászló. Ha meg kell nézni a 48-as kormányt, csupa mágnás volt benne. Hát bocsánat, Kossuth Lajos éppen középnemes volt. De a nemzet egységét demonstrálták, hogy létkérdés, a megmaradásunk van veszélybe. És most is nagyon sötét felhők vannak a jövőnk egén, hát a szomszédban háború van. És mindennél fontosabb a békesség, és a békemenetnek a neve is, hogy békemenet a békességért, mert békében szeretettel kell lerendezni a dolgokat, nem fegyverekkel. A békemeneten dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is részt vett.
Kecskemétről 5 busszal, körülbelül 200-an, s ezen felül rengeteg autóval érkeztek ide Budapestre a békemenetre. A következő percekben Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel fogunk beszélgetni. Gondolom büszke most a kecskemétiekre, büszke a környékbeliekre. Igen, jó érzés volt látni, hogy ilyen sok kecskemét táblát, meg hogy nagyon sokan vagyunk itt a békemeneten. Ugye ez a 9. békemenet, és láthatjuk, hogy változatlanul rengetegen vesznek részt rajta. Mit üzen a békemenet, és mit üzennek azok, akik részt vesznek rajta? Hát most a békemenet valóban a békéért szól, és nem csak átütt értelme, hogy korábban, hanem az északkeleti határainkon túl bizony egy nagyon komoly háború dúl. Tehát egyrészt üzenjük azt, hogy békét szeretnénk, másrészt üzenjük azt, hogy semmilyen formában nem akarunk belekeveredni ebbe a háborúba, maradjunk ki belőle. Nem csupán békemenet van március 15-e is egyben. Mit jelenthet a forradalom és szabadságharcnak a szellemisége most egy olyan időszakban, amikor világjárvány van, háború van, és ráadásul most még választások is lesznek? Mi egy közösség vagyunk. Mi magyarok, mi kecskemétiek, tiszakécskeiek, ballószögiek, városvölgyiek, helvéciek és szentkirályiak. Magyarok is vagyunk, egy közösség is vagyunk, városi közösség, falusi közösségek, és azt üzeni, hogy itt közösség össze kell fognunk. Össze kell tartanunk, mert olyan időket élünk, amikor különösen fontos, mert együtt erősek vagyunk. Külön-külön nem tudunk megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek ránk várnak az eljövendőben. Alpolgármester úrnak köszönöm szépen. Egyébként dr. Szeberényi Gyula Tamás tavaly október 23-án, amikor szintén volt egy békemenet, akkor azt mondta, hogy együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Én is úgy gondolom, hogy az az erő, ami jellemzi a magyar nemzetet, az ma itt Budapesten a békemeneten ismét megtalálható. Az erőt az a több százezer ember képviselte, akik részt vettek a békemeneten. A vonulókat egy nagyobb provokáció érte, az is egy épületből, melyet a békésen menetelő tömeg is kifogásolt. Gyertek le, kiabálások hallatszottak. Orbán Viktor a Kossuth téren mondott beszédében az ukrajnai háborúra utalva úgy vélekedett, a baloldal elvesztette a józan eszét, és holtkórosan beletámolyogna egy kegyetlen, elhúzódó és véres háborúba. A miniszterelnök szerint a baloldal magyar katonát és magyar fegyvert akar küldeni a frontvonalba. Ezt nem fogjuk megengedni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal belerángassa Magyarországot ebbe a háborúba. Nem hagyjuk, hogy a baloldal katonai célponttá tegye Magyarországot, célponttá tegye az itthoni és a kárpátaljai magyarokat, mondta a kormányfő, majd hangsúlyozta azt is. A háborús veszély nem csökkenti, hanem növeli, sőt az egekbe emeli a választás tétjét. Orbán Viktor kifejtette, támogatják a családokat, ezért hoztak létre 1 millió új munkahelyet, ezért adóztatták meg a multikat, és csökkentették a rezsit, valamint ezért küldték haza az IMF-et, fogalmazott a miniszterelnök. Nem térített el bennünket se árvíz, se migráció, se világjárvány, és azt akarjuk, hogy ne térítsen el ettől se háború, se a baloldal április 3-án, hangsúlyozta. Orbán Viktor beszéde után a kecskemétiek is elindultak haza. Érkezésünkkor dr. Tamás Ferencné is elmesélte élményeit. Csodálatos élmény volt. 3 dolgot szeretnék mondani. Én úgy nő, az életem nagy részében március 15-e nem is volt munkaszüneti nap, és egy kokárda kitűzése bátortettnek minősült. Tehát ünnepelni nekem csodálatos. 1956-ban 13 éves voltam Budapesten, és olyan nemzeti összetartozás érzés, olyan izzó levegő volt, amit én most ezeken a békemeneteken érzek újra. Ezért nagyon nagy élmény. Végül, de nem utolsó sorban a béke, ugye hogy a békemenetnek most különös jelentősége volt. Olyan értékrendet éreztünk és ünnepeltünk ezen a békemeneten, aminek minden elemével egyet tudok érteni. Tehát az, hogy hosszú századok történelme és a legújabb történelmünk is megtanított arra, hogy csak magunkra számíthatunk. Az a valamikori dolog, hogy a fejlett nyugatot követnünk kell, szerintem ma már nem igaz. Nekünk semmi szégyelni és elmaradni valónk nincsen a nyugat mögött. Én úgy érzem, hogy ez a szuverenitásra, békére,
felelősségteljességre, nemzeti érzésre alapozott értékrend, ez nekem nagyon fontos, és ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. A mostani volt a 9. békemenet, melyet a Civil Összefogás Fórum most a No War, mondjunk nemet a háborúra jelszóval hirdetett meg. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a Nyíri erdőben március 15-én kedden délután. A tavaszváró ünnepséggel egybekötött megemlékezés nagy sikernek örvendett, hiszen a hagyományőrzők élethű bemutatójával kórhűen idézték fel kicsik és nagyok a történelmi eseményeket. És úgy látom, egyik fél sem nagyon tágítani. Mennek a sortüzek, osztrák részről is. Ágyúdörrenés, puskapor és fegyveres ütközetek csatajelenetek. Kórhűen puskaropogástól és ágyúdörgéstől hangos látványbemutatóval elevenítették fel az 1848-49-es szabadságharc ütközeteit a hagyományőrzők a Nyíri erdőben, a március 15-én megemlékezésen. A szabadságharc 1848-1849 alapítvány és a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT közös rendezvényén verssel, énekkel és a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája diákjainak szívmelengető műsorával tisztelegtek a márciusi ifjak előtt. Az ünnepi megemlékezést különleges műsor színesítette. A programot a Bács megyei Huszár Bandérium és Tüzérüteg, valamint a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület puskaropogástól és ágyúdörgéstől hangos látványos lovas bemutatója zárta. A hagyományőrzésben mindig azt szoktam mondani, hogy azért nagyon jó hagyományőrzés, mert nagyon sok oldalú tevékenység. Tehát ugye hozzánk csatlakoznak a fiúk azért, mert egy férfi embernek a puskapor dörrenés, a lőpor szaga. Hát most a tévében nem fogják érezni, de hát itt azért lehetett érezni, hogy a fekete lőpornak, annak van illata, annak van szaga, az büdös, legyünk őszinték. És van, aki ezt szereti. Kicsik és nagyok ámulva nézték a csatajeleneteket. Van, aki a regulát szereti, a parancsokat szereti, maga az, hogy itt fegyelmezettség van. Élethűen, kórhű ruhákban játszották el a jeleneteket a résztvevők. Azért itt a huszár lovak és a cserkesz lovak, azok ugye nem nagyon tudják, hogy ez egy játék. Tehát ők ugyanúgy rohannak jobbra, balra, előre, hátra, és veszélyesek, és félnek az ágyútűztől, félnek a puskapordőrenéstől. Tehát van benne egy valóság is azért tulajdonképpen. Sőt, olyannyira, hogy ugye mondtam a bemutatóban, hogy 8,8 g fekete lőport töltete van egy muskétának. Hát ez most is benne van, csak ólomgolyót nem teszünk rá. A százados elmondta, hogy rengeteg gyakorlást igényel egy-egy ilyen bemutató elkészítése. A gyakorlások már februárban elkezdődtek. Először altiszti, majd teljes gyalogsági próbára került sor. Az már nem volt célzott lövés. Az ország számos pontjáról, Pécsről, Bonyhádról és Kunszentmiklósról is érkeztek hagyományőrzők Kecskemétre a Nyíri erdőbe, a 48-as megemlékezésre. A honvéd gyalogosokat láthattunk, 71-es, ezek kecskeméti fiúk voltak jó része, bár van bennük Kiskumajsai is, a környező településekről, Lajosmizsér és mindenhonnan, tehát gyalogsági lakulatot láttunk egyszer. Ezek voltak Barna Attilában. Aztán voltak Kunszentmiklósiak, barátaink, akik ugye ezt a bizonyos cserkeszeket adták ki, lovasokat, gyalogosokat, ilyen könnyű orosz egységeket adtak ki 6-7 fővel körülbelül, és valamint nemzetőröket, ugye ők voltak a kék egyenruhások, pörgekalaposok, fekete pörgekalaposok. Valamint voltak az osztrák császári, fehér frakkos, osztrák császári hagyományos gyalogsági alakulatok. Ők is voltak, ők ugye két csapatból adottak össze, egyrészt a kecskemétiekből, hiszen mi azért átöltöztetünk a honvédeinkből, a szívük ugye a magyar, de átöltöztetjük őket, mert a jelesének lenni kell, tehát ők ugyanúgy a 71-esek, ugyanúgy kecskeméti fiúk, de beöltöznek ilyenkor azért osztráknak, hogy azért legyen ellenség is, és voltak mellettük ugye Pécsről, például a tüzérek, az osztrák tüzérek Pécsről jöttek, Bonyhádról jöttek, Pestről jöttek, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen országos csapat volt tulajdonképpen. A százados kiemelte a szabadság fontosságát és a történelmi események kórhű, pontos megőrzését az utókor számára. Aminek célja, hogy tanuljunk a múltból és értékeljük a jelent. A 48-hoz kapcsolódó és a március 15-e azért annak az a háttértartalma, az a tudata, amit abban az idején megharcoltunk, megküzdöttünk először vértelenül, majd utána ki is álltunk érte. Azok a gondolatok nem vesztek el ma se.
Tehát én azt gondolom, hogy itt van a háború a küszöbön, ugye közelünkben. És most látjuk, hogy mekkora óriási dolog a szabadság az, hogy oda megyek akkor és úgy, ahogy akarok, és nincs megszálló csapatok. Hát mi ezt tudjuk, hát még én is úgy nőttem fel, hogy az orosz csizmák itt voltak. És most mi ebből kiléptünk, és szerintem ez a gondolat, ez a szabadság gondolata, a magyarság gondolata, ez lehet, hogy már kiveszett belőlünk, de nekem a Hofi Géza mondása jut eszembe, hogy a levegőért mikor kapkodsz, ha nincs, egyébként csak szívod. És valószínűleg a szabadság is így néz ki, hogy hát ugye békében élünk, most már nemzedékek gyakorlatilag békében élnek, 56 óta nem dörögtek Magyarországon a fegyverek, és ezért lehet, hogy azt higgyük, hogy már nincs háború, nem kell védeni a hazát, nem kell fogni, de a háttérben azért mégis megvan. Véleménye szerint egyre ritkábbak már a hithű magyar lelkületű emberek, ezért fontos a hagyományőrzés és a haza iránti tisztelet. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Színvonalas műsorral emlékezett Kecskemét a Kossuth szobornál március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. A városi ünnepségen dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a nemzeti egység és összefogás fontosságát emelte ki. Politikai célokra használta föl a nemzeti ünnepet a baloldal két országgyűlési képviselőjelöltje, Bodrozsán Alexandra és Szőkéné Kopping Rita. A két jelölt kampánytáblával vonult a Kossuth szobor lábához. Soha nem látott tömeg vett részt a békemeneten március 15-én. No war, mondjunk nemet a háborúra jelszóval hirdette meg az eseményt a Civil Összefogás Fórum. Budapestre Kecskemétről is több százan mentek buszokkal, személyautókkal. Több mint 400 ezer forint gyűlt össze a szombati jótékonysági koncerten, melyet Molnár Pál és Kovács Levente hívott életre Kecskemét testvérvárosának megsegítéséért a nagy templomban. Az adományok célba juttatásában a Máltai Szeretetszolgálat segítkezik majd. Új járművel gazdagodott a kadafalvi polgárőrség. A Suzuki és Lada személyautók és motorkerékpár, valamint egy sárkányrepülő után egy Skoda járművel bővült a kadafalvi polgárőr egyesület flottája. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!